A zene lelkéről elnevezett Anima Muzicé Kamara Zenekar 2010-ben alakult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem végzős hallgatóiból. A zenekar junior prímadíjas, a Nemzeti Ifjúsági Zenekar cím birtokosa, Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő fiatal együttese. Több nemzetközi verseny és hazai díj kitüntetettje, Budapest és Európa rangos helyszíneinek állandó szereplője. Nyíregyházán először hallhatták őket a komoly zenebarátai. A kamara együttes az ország számos pontjára elviszi a zenét, gyakran játszik fiatal közönségnek is. Rendkívül sűrű a programunk. 3-4 naponta játszunk ebben a májusi-júniusi időszakban, aztán a július az pihenéssel telik, meg megyünk Portugáliába, meg Olaszországba egy-egy koncertre, de hát most nem unatkozik a zenekar, rengeteg fellépésünk van, aminek nagyon örülünk, és hát próbáljuk elérni azt, hogy a sűrűséggel együtt azért minden koncertünkön megszólalhasson az Anima Muzicé, vagyis a zenelelke. A keddi hangverseny a Táncoló Fantázia címet kapta. A műsorban Grieg Holberg szvittje, Liszt Magyar Fantáziája és Csajkovszki Vonós Szerenágya csendült fel. Az est szólistája Balázs János volt, aki nagyon szívesen koncertezik Nyíregyházán. Élete első zongora versenyét itt nyerte meg 8 esztendősen, ezért mindig nosztalgiával áll a vármegyeszékhely közönsége elé. A Kossuth és Liszt díjas művész missziójának tekinti azt, hogy a magyar zenét a világ számos pontján megismerje a közönség. Világszerte, Olaszország, Németország, nagyon sokat játszom, de ami ettől sokkal fontosabb, mert ezek számszerű tények, az az, hogy mindenhol azt csinálhatom, amit a Jóisten nekem adományozott tehetséget kibontakoztathatom, és az, hogy bárhol játszom, ott azért zömmel magyar muzsikát játszom. És ez Kínától Japánon át mindenhol hatalmas sikert arat. Ez azért jelzi azt, hogy a magyar zene, a magyar örökség az egy világkincs. A Filharmónia Magyarország következő évadára már megvásárolhatóak a bérletek. A fellépők között lesz a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Pörszül Kórus, a Budapesti Fesztivál Zenekar, a Szabolcsi Szimfonikusok, és jövőre ismét koncertezik majd Nyíregyházán Balázs János is.